Studio, Scali Studio, Scali Laptop. Következő féleképpen néz ki. Egyrészt van a gitárban egy piezo hangszerű beépítve, ami szépen egy jack kábelen keresztül egy Avalon U5-ös előfogba érkezik, ami igazából nem is előfog, hanem egy D-box. Ez egy gömb karakterisztikás mikrofon, ami remekül alkalmas arra, hogy a gitár hangját közelről rögzítsük, hiszen a gömb karakterisztikás mikrofonoknak nincsen közeltéri hatása. Illetve használunk egy másik mikrofont is, ami itt található. Ez egy AT4021-es Audio Technica. Ezt nagyon-nagyon megszerettük. A gömb karakterisztikás mikrofonunknak a jelét pedig egy Avalon M5-ös előfogba vezettük bele, ami egy A-osztályú előfog. Gyakorlatilag nagyon pici zajjal rendelkezik, beállítottuk rajta a megfelelő erősítést, illetve egy mélyvágó szűrő található még az egészen, ahol bekapcsoltuk ezt a filtert, ami 30 Hz-re van állítva, ez az egész alacsony frekvenciás zajoknak a kiszűrésére. A következő mikrofonunk az AT4021, pedig egy Apex 207-esbe érkezik, ami viszont egy csöves előfog. Hogy ugye, mivel gitárt veszünk fel, ezért mindig be kell hangolnunk. És mivel az Avalon D-boxnak van egy paralel kiárata, ezért abból megyünk bele a kork hangolóba, amit elég nagy pontossággal tudunk használni. A mikrofonjaink jelét felerősítettük, és belevezettük egy Element Heat 12FX típusú keverőpultba. Amit a következő miatt tettünk, hiszen ebben található egy hangkártya. A hangkártyánkat összekötjük egy számítógéppel, és ezen keresztül rögzítjük az anyagot. És akkor még azt elmesélem nektek, hogy hogyan ellenőrizzük a felvett anyagot. Van itt egy Genelec 8030-as típusú stúdió monitor chassis mellett, és ezen az egy darab hangfalon ellenőrizzük azt, hogy hogyan sikerült fölvennünk a gitárt, hogy a sound is helyese, illetve a játék is. Lemezünket. Egy panel lakásban, ami a Gazdagréti lakótelepen található, ahol a Remek szomszédok című sorozat is játszódik. A helyiség szigetelése az nagyon-nagyon fontos egy ilyen felvétel szempontjából. Mivel ez egy lakótelepi lakás, ezért nem igazán tudunk a kívülről érkező zajok ellen védekezni, viszont mivel közel mikrofonozunk, ezért számunkra most az a legfontosabb, hogy a belső akusztika megfelelő legyen. Nagyon kedves barátom segítségével egy Vatelin nevezetű anyaggal kibéleltük az egész szobát. Tehát ez a fehér, amit itt láttok, ez nem egy fal, tehát nem egy meszelt fal, hanem ez egy Vatelin nevezetű anyag, amit hogyha megnyomkodunk egy picit, akkor egy ilyen vastag, vattaszerű anyag, ami nem hullik szerencsére, és tulajdonképpen egész jól is néz ki. Az 76-os Kövári Gyula készítette Budapesten. És őt ismered? Őt nem ismerem. A gitársa, nem az enyém, a gitár tulajdonosa. Géza barátom, aki az Akusztik Jú zenekarban is játszik többek között,
Ő neki a jó voltából kölcsön adta ezt erre a felvételre. Mi az a fura benne, hogy külön-külön játsszuk fel, de azért játsszuk fel külön-külön, mert hallgattunk egy csomó koncertfelvételt, és meg tanulmányozgattuk és nézegettük, hogy mi az, amit igazából benne szeretnénk lenni, mert ugye ez egy elég élő műfaj ez, eléggé. És nagyon sok minden ott alakult persze ki, csak aztán így mégis elég sok információ van az, amit szerettünk volna átadni, amik nem ezek a spontán azok koncerte jönnek ki, az egy másik dolog, másik, a két tök más a műfaj. Szerintem legalább akkora különbség van a koncertlemez, meg a koncert, meg a lemez között, mint mondjuk egy film, meg egy színház között. Na is sikerült egy gyönyörű szép tavaszi napot eltölteni egy panellakásban.